Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, és ezt megtekintjük most ennél a kirakásnál. Ez a férfi most gondol rád, ő tisztában van azzal, hogy te mit jelentesz számára. Itt mély érzelmekről van szó, hiszen ő szeret téged, és bízik abban, hogy te is szereted őt. És most bepillantunk az érzelmi világába. Ez a kártya vagy őre utal, és akkor ennek a képnek van egy ilyen szimbolikus jelentése, vagy rád utal. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a kártyánál rólad van szó. A képen látható, hogy ez a hölgy csodálja ezt a feldíszített fát. Én mindig úgy szoktam mondani, olyan, mint egy karácsonyfa. És ezek az aranyérmék ezen a fán utalnak az értékekre, vagy vagyoni dolgokra, vagy belső értékekre, és ez a hölgy csodálja ezt. De ezek az érmék nem az övé, hanem ezek az érmék másokra utalnak. Tehát ez a hölgy hajlamos arra, hogy összehasonlítsa magát másokkal. És úgy látja a dolgokat, mintha mindenki értékesebb lenne, mint ő saját maga. De ott van előtte, a lába előtt ez az érem. Neki le kellene hajolnia, ezt felvenni, megnézni, ezzel tisztában lenni, és ez utal a saját értékeire. Ez a férfi úgy érzi, hogy te nem vagy magabiztos, és összehasonlítod magadat másokkal, vagy a munkahelyeden, vagy ami a párkapcsolatot illeti. És itt az lenne a fontos, hogy felfedezd a saját erődet, felfedezd a saját értékeidet. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Én is szeretnék valamit közölni. Egyrészt azt, hogy kérhettek tőlem egy személyes jóslást, a díjam 3500 forint, és amit indítani szeretnék, tanulj tőlem a kártyavetés titkait. Ez egy képzés, tanulhatjátok tőlem, én a Lunomart kártyával indítok, ez nem csoportos, hanem egyedi oktatás. És most megtekintjük a harmadik kártyát. Ezen a kártyán a halál látható. Nem kell megijedni ettől a kártyától, hiszen ritka esetben utalhat halál esetre, vagy egy örökösödési ügyre. Itt arról van szó, hogy le kellene zárni valamit. De mivel látható a gondolatainál, hogy rád gondol, hogy szeret téged, megvannak a mély érzelmek, ő nem a párkapcsolatot akarja lezárni, hanem utal a második kártyára, fejezd be azokat a gondolatokat, hogy mások szebbek, vagy jobbak, vagy tehetségesebbek, mint te vagy, hanem légy a saját értékeiddel tisztában. És ez, amit ő kíván, vagy elvár tőled. Vedd fel a földön lévő aranyérmét, nézz oda rá, mert ez jelenti a te tehetségedet, szépségedet, a te értékedet, és számára értékes vagy. Most megnézzük a következő kártyát, gyakran utal a megoldásra. Igen, itt látható a megoldás. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, és az szimbolizálja a magabiztonságodat.
Légy magabiztos, legyen meg ez a fellépésed. Azon kívül ezt a kulcsot használhatod, ezzel le tudsz zárni egy ajtót, le tudsz zárni kapcsolatokat, ami nem tesz jót neked, és ezzel a kulccsal kinyithatsz egy ajtót. Ezek a lehetőségek, vagy ez a szerelem, légy nyitott rá. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!